Az őz a legnagyobb egyedszámmal rendelkező Nagyvad Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelynek párzási időszaka alatt jelentősen megnövekedhet a közlekedési balesetek kockázata. Tavaly augusztus első felében a 38-as számú főúton Nyírtelek közelében egy motoros életét vesztette, miután egy őzzel, majd egy személygépkocsival ütközött. Fazekas Gergely úgy tudja, éves szinten közel 500 watt gázolás történik a vármegyében, amelynek feléről már csak az elhullott állat megtalálásakor szereznek tudomást a vadászok. 2021-ben 226 esetben, 2022-ben pedig 265 esetben történt vadgázolás utáni hivatalos rendőrségi bejelentés. Az üzekedési időszakban szinte bárhol találkozhatunk őzekkel, míg a szarvasok esetében valamelyest kiszámíthatóbb, mely területeken bukkannak fel gyakrabban. A július végétől nagyjából augusztus 15-ig, uram, bocsán, 20-áig eltartó időszak, amikor az őzek gondoskodnak a következő őznemzedékről. Ugye ezt nagyon szépen üzekedésnek hívja a vadász szaknyelv, nem ok nélkül, hiszen ilyenkor a suták kelletik magukat, a bakok meg egy viszonylag rámenős erőszakos magatartással kergetik ezeket a sutákat, és űzik őket, ezért is lett ugye üzekedés ennek a szakmai neve, ez egy tényleg szép kifejező szó. De pontosan ebből adódik ugye ez az autósoknak a problémája, vagy ebből adódhat, hogyha űzi egyik a másikat, akkor nyilván kevésbé figyelnek. Egyébként is ugye, mint a teremtés koronái, ugye az emberek is, hogyha szerelmesek, akkor kicsit elvakultabbak, hát az állatoknál ez még inkább így van. Hozzátette, aki ebben a régióban autózik, az a megfelelő sebesség mellett fokozottan ügyeljen a vadveszélyre, mivel egy szarvas akár 2,5 mázsa is lehet, de emellett az őzek is komoly egészségügyi, illetve anyagi károkat okozhatnak egy ütközés során. Amennyiben nem sikerül elkerülni a vaddal való ütközést, a szakemberek arra figyelmeztetnek, nem szabad elrántani a kormányt az esetleges szembejövő forgalom miatt. Mivel az ütközés közúti balesetnek számít, mielőbb értesíteni kell a rendőrséget. Ha egy vaddal találkozunk, akkor az autóban valamilyen szintű kár kellett. Tehát innentől kezdve két lehetőség van, vagy nem veszünk tudomást erről a kárról, vagy ha tudomást veszünk, akkor a rendőrséget kell értesíteni. Ezt mindenkinek nagyon jó szívvel javaslom és ajánlom, hogy ne szégyelje felhívni a rendőrséget. A rendőrségnek és a kormányhivatalnak és a vadászkamrának van egy nagyon jó három oldalú együttműködése, egy országosan egyedülálló informatikai rendszert működtetünk, pontosan ezekre az esetekre. Fazekas Gergely szerint a hazai őzállomány körülbelül 350 ezer példányból állhat, így az ország számos pontján képesek közúti balesetek áldozatává válni. Az országos vadgazdálkodási adattár tavalyi kimutatása szerint éves szinten 6500 nagy vad elütés során több mint 5000 esetben őzet gázoltak el, jelentős többségüket ebben az időszakban. A megfelelő sebességválasztás mellett érdemes lehet az autóra szerelhető vadriasztó, úgynevezett vadsíp felszerelése is.